Molnár Krisztián, a Fehérvár megyei közgyűlés elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, Mészáros Lajos országgyűlési képviselővel azon dolgoztak, hogy a Dunafert megmentsék, annak ellenére, hogy magánkézben van. Mint az elnök fogalmaz, a kormány mindent megtett és megtesz azért, hogy a közel 4500 munkavállaló munkahelye megmaradjon. Pár héttel ezelőtt be is jelentették, hogy a kormány több hónapra megfinanszírozza a béreket az új befektető színre lépéséig. Most azonban új hír érkezett. Maga a városvezetés egy végrehajtási eljárás egy inkasszót nyújtott be a kokszoló számlái vonatkozásában, próbálván azt elérni, hogy a pénzeszköz elvételével a holnapi bérfizetések meghiúsuljanak. Ez szerintem az aljasság ne továbbja, hiszen azon túl, hogy egy törvénytelen cselekményről beszélünk, hiszen egyértelmű az a véleményünk, hogy jogszabályba ütközik maga az inkasszó, de azon dolgozni egy városvezetésnek, hogy a dolgozók ne kapják meg a bérüket, és maga a vasmű ellehetetlenüljön, az azt gondolom, hogy minden kritikán aluli tevékenység. Mészáros Lajos a helyzet kapcsán elmondta, kezdenek napvilágot látni az önkormányzat tevékenységének háttérdokumentumai, amelyek összefüggésben lehetnek az inkasszóval. Érthetetlen az, hogy a felszámolási eljárás elkezdése előtt néhány nappal, amikor már látszódott az, hogy a kokszoló leállításra került, a kokszoló gyáregység, ugye ez egy leányvállalata a Dunafernek, másfél milliárdos szerződést kötött egy bizonyos céggel, ráadásul ugyanazzal a céggel, aki a városi PR kommunikációt is végzi, és ugye ez egy... Tulajdonképpen a felszámoló semmisnek tekinti ezeket a szerződéseket, és majd vizsgálják az esetleges büntető jogi vonzatát is. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a kormánnyal együtt azon dolgoztak, hogy megmeneküljön a Dunafer. Biztosított volt a folyamatos működés, amelyet most Dunaújváros önkormányzata szeretne az inkasszóval megszakítani.